Ó, a kedvenc dalod. Melyik a kedvenc dalod? Első napokban. Ó. De az ötödik dala nem ezen, az első napokban című dal. Gallusz, kérlek, mesélj erről egy picit. Úgy tudom, neked van értelmi kötődésed ez a dalhoz. Hát, nagyon szeretem természetesen. Ez az egyik kedvenc számom a számos szarakós próbák során, mert olyan, mint egy ilyen fiktív tini, magyar tini sorozatnak a betétdala, vagy a főcímdala, vagy nem tudom. Igen, itt azért fontos elmondani, hogy itt majdnem sikerült meglépni ezt a bravúros húzást, hogy majdnem lett egy tisztán szerelmes számunk. Amit aztán persze az utolsó verszakban megváltoztatunk, hogy mégsem legyen minden annyira vidám, és igazából ez mégsem egy szerelmes dal. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy amikor csináltuk a lemezt, ez egy elég fontos szempont volt, hogy úgy hangozzon, mint hogyha ez egy 80-as években egy lemez legyen, vagy én nekem nagyon az volt a fülemben, hogy ilyen, valami ilyen hangzást akarok elérni, és például ennél a dalnál érzem a leginkább azt, hogy sikerült ezt az ilyen kicsit ilyen puha, nagyterű valamit elérni. Olyan, mint egy első emelet kiadatlan dal. Igen, nekem egyébként pont egy 2000-es évekbeli zenekar jut róla eszem, az Upper Room.